A Dunaszerdahelyi udvari muzsika programsorozata a harmadik koncerttel folytatódik a Csapár Benedek Városi Művelődési Központ előtti téren. A következő fellépő a Dunaszerdahelyi Kalandorok Együttes lesz. A rendezvény július 14-én csütörtökön 20 órakor kezdődik. Kedvezőtlen időjárás esetén a Kultúrház előcsarnoka lesz a helyszín. Egy nappal később, július 15-én pénteken a termálfürdőben is folytatódik a nyári koncertek sora. A fellépő ezúttal a Karel Gott Revival Band lesz. A nyáresti rendezvényen egymás után hangzanak majd el minden idők legismertebb és legnépszerűbb cseh énekese, a tavaly előtt elhunyt Karel Gott ismert slágerei. A rendezvény 20 órakor kezdődik. Az európai kupa mérkőzések után a Dac labdarúgó csapata a szlovák bajnokságban is megkezdi szereplését. A Fortuna Liga első fordulójában a Liptó-Szent Miklós gárdája lesz az ellenfél a MOL Arénában július 17-én vasárnap 18 órakor kezdődő mérkőzésen. A legutóbbi pontvadászatban egymás elleni meccseiken minden alkalommal a hazai csapat győzött.